Tisztelettel köszöntöm nézőinket. A mai napon egy boldogkőváraljai programot ajánlok figyelmükbe. A Boldogkői vállábánál immár 7. alkalommal rendezik meg a Gönczi Barack igazságot 2018. július 6-án és 7-én. A mai napon a program főszervezőjével, Czakó Mónikával beszélgetek. Köszöntelek stúdiónkban. Köszönöm, szép napot kívánok. Úgy tudom, hogy ti az Abaúj régióból származtok, ott születtetek, viszont volt egy kis kitérő, és utána költöztetek vissza. Mi húzott haza titeket ide? Hát talán a táj, a család, tehát hogy így szeretünk mi ebben a közegben, meg ebben a környezetben élni. És azt gondolom, hogy így inkább az az időszak volt kitérő, amikor nem itt éltünk, de valahol tudtuk, hogy vissza fogunk valamikor ide jönni. Azzal a tapasztalással, tudással, amit így a kitérő alatt megszereztünk. És nagy feladatot vettetek a vállatokra, amikor 7 évvel ezelőtt elindítottátok a vigasságokat, aminek gondolom fő célja az, hogy népszerűsítsétek ezt a nemes gyümölcsöt. Hát ugye boldogkőváraljaiak vagyunk, tehát ezen a településen nőttünk föl. Már a szüleinknek is volt barackosa, tehát mi gyerekként, tehát ez az életünk része. Szedtük a barackot, leadtuk, főztük a lekvárt, tehát hogy így nekünk ez természetes, hogy a barack az létezik. És akkor, amikor visszaköltöztünk Boldogkővárajára, akkor ugye mi egy pálinka főző üzemet hoztunk létre, aminek a fő terméke a gönczi baracból készült pálinka. És úgy voltunk vele, hogyha ez egy eredetvédett termék, az Európai Unió oltalma alatt van, Abaúj térségben több mint 40 település jogosult erre a névhasználatra. És ugye ezt az elődeink, az őseink adták nekünk, és azt gondoltuk, hogy ha mi valamit kapunk, akkor nekünk felelősségünk az, hogy ezzel tovább dolgozzunk. És hogy 2012-ben, valamikor tavasszal jutott az a gondolat az eszünkbe, hogy akkor rendezzünk egy minőségi vidéki eseményt, ahol aminek kettő célja van egyébként, tehát mi azt szeretnénk, hogyha a helyiekben tudatosulna az, hogy milyen érték van a kezünkben, tehát hogy ez valahogy adjon nekünk tartást, és legyünk rá büszkék, és akik pedig nem a helyiek, azoknak pedig mutassuk meg, hogy mink van, és hogy így kellő vonzalmat generáljunk bennük az irányába, hogy eljönnek a rendezvényre, vagy bármikor abba újba. Tehát, hogy ennek igazság szerint ennek a rendezvénynek a térség megmutatása a célja, nem csak magának ennek a rendezvénynek a látogatói létszámának a növelése. Sok-sok fajtája létezik a sárga baracknak, de mitől különleges a gönczi? Hát ugye a gönczi barack az egy eredetvédett megjelölés is egyben, tehát ahhoz, hogy ezt a nevet tudjuk használni, ehhez több mint 10 fajta kajsziból tudunk fajtát választani. Tehát ebbe benne lehet a bergeron, a ceglédi, a gönczi vagy a gönczi magyar kajszi, de ugye van maga a gönczi, tehát olyan fajta is, nem csak ilyen eredetvédett megjelenés, hanem ez a fajta, amit az 1960-as évek elején Göncön, a Zemplén és a Hernád által összezárt terület sajátos klimatikus adottságainak megfelelően kísérleteztek ki. Tehát, hogy ez a fajta, ez itt érzi jól magát, mert hogy ide nekünk lett ez teremtve. És hogy ez, bocsánat, ez, tehát hogy cukortartalmában, aromatikájában egy komplex dologról beszélünk, ami nagyon nehezen, tehát egyáltalán nem bírja a szállítást, tehát hogy az lenne a cél, hogy ezt a gyümölcsöt itt helyben minél nagyobb arányban föl tudjuk dolgozni. Igen, pont ez lett volna a kérdésem, hogy nagyban meghatározzák az íz és zamatanyagokat, a termőterület, a klíma, és azt a finomságot adja, ami benne rejtezik ebben a barackban, ami itt terem. Igen, tehát hogy ugye amikor így beleharap az ember, akkor egyszerűen így érzi a savát, a cukortartalmat, az ízt, és hogy ilyen, tehát hogy ez ilyen leves, tehát hogy nem tudom másképpen mondani, tehát hogy így megtelik vele a szánk, amikor beleharapunk, tényleg, tehát hogy így
Na, szóval mi büszkék vagyunk arra, hogy ez van nekünk, és hogy, tehát, hogy ilyen elfogulatlanság nélkül tudom állítani, hogy a legkomplexebb a gönci fajta. Igen, és akkor térjünk vissza most már magára a vigasságra. Milyen gazdasági és turisztikai jelentősége lehet ennek a vigasságnak, azon túl, hogy megmutatjátok, hogy milyen értékes gyümölcsel rendelkezik az a búi régió? Tehát ugye turisztikai vonatkozás. Nagyon sok ember az országban így nem nagyon tudja, vagy ismeri ezt a térséget. Tehát nagyon sokat tapasztaljuk azt, hogy eljönnek mondjuk hegyaljára, de már a bóiba nem jönnek, mert nem látják, nem ismerik, nem tudják, hogy milyen egyéb adottságai vannak. Egyáltalán mit lehet itt csinálni ebben a kis térségben? Úgyhogy mi ezt szeretnénk megmutatni, hogy mit lehet itt csinálni, illetve az ismertséget is növelni azáltal, hogy ennek a rendezvénynek van egy kommunikációval foglalkozó megbízott cége. Már második éve dolgozunk velük, mert hogy így azt láttuk, hogy ami a kapcsolatrendszerünkön keresztül jön, az esetleges, és hogy így ezt kicsit hatékonyabban kellene, és hogy nagy felületértéket kapunk mi általuk ennek a rendezvénynek, a térségnek, illetve a gönci baracknak. Tehát, hogy van egy olyan vonatkozása, hogy az ismertsége nő ennek a régiónak. És a gazdasági vonatkozása az pedig az, hogy ezzel a munkával, amit mi csinálunk, ezzel ugye az a célunk, hogy a gönci barack a polcokon megfelelő helyre kerüljön. És ennek a megfelelő helynek meg az a következmény, hogy ennek árban is kell tudni jelentkezni. Tehát én nekem az a célom, hogy a gönci barackból készült termékek pozícionálása kapcsán gazdasági előnyt tudjanak azok az emberek szerezni, akik gönci barackból valamilyen terméket előállítanak. Ugye mi pálinkát készítünk, és hogy így kapcsolatban vagyunk az ország más pálinka a főzdéivel is, és kérdezgetjük mindig az alapanyagok árát, hogy kinél mi a jellemző. És a gönci az egy ilyen 25-30%-kal mindig drágább, mint bármelyik más termőtájnak a kajszia. És most mindenkinek ide kell fölhúzódni egyébként, mert az ország többi részén vagy teljes mértékben, vagy nagy arányban elfogyott a kajszi. Tehát eznek még felhajtó ereje van, árfelhajtó ereje, úgyhogy az a jó hírem, hogy akinek van kalcia most a termővidéken, az gazdaságilag most jobban fog járni, mint eddig bármelyik évben. Mi az elmúlt évek tapasztalata a fesztivállal, illetve az egyéb tevékenységekkel sikerül lépésről lépésre előre haladni, hogy tényleg ott megfelelő helyen legyen a gönci kajszi és az általa abból készült termékek? Én azt gondolom, hogy igen, tehát, hogy van egyfajta fejlődés, de hogy így mindig van hová fejlődni. Tehát most az idén tavasszal jött az a gondolat, hogy nem ez a rendezvény az, amiben ki kellene fulladni annak, amiért a gönci barackért teszünk, hanem olyan eseményekre lenne szükség, amit minden évben csinálunk, vagyis minden az év minden évszakában vagy hónapjában csinálunk. És most elkezdtünk együttműködni a Stílusos Vidéki Éttermiséggel a gönci barac népszerűsítése érdekében. Több mint 20 vidéki étteremről beszélünk, akik zászlós hajókra tűzték azt, hogy vidéken helyi alapanyagból, regionális alapanyagokból jó minőségű, kiváló minőségű gasztronómiai élményben lehet részesíteni a vendégeket. Úgyhogy most közülük 12 étterem az, aki részt vesz ebben az akciónkban, és hogy eljutattuk hozzájuk magát a gyümölcsöt, és az a cél, hogy a desszerten kívül megmutassák azt, hogy más fogásba is bele lehet csempészni a gönci barackot, és ezáltal talán így szélesítjük is a házi asszonyoknak a látókörét abban, hogy a lekváron kívül még mi az, amihez párosulni tud ez a rendkívül jó zamatos gyümölcs. Akkor mondjuk el azt is, hogy
Például néhány példát említve, mire használható még ez a gyümölcs? Hát például most az anyukám mondta étteremben készült egy olyan fogás, ahol egy bárányhúshoz a köret egy grillezett padlizsán volt benne kuszkusszal, amiben sárga barack volt bevegyítve. Tehát, hogy én mondjuk nekem nem jutott volna eszembe bárányhúshoz berakni a sárga barackot, még jó, hogy ők vannak nekünk, és ők kísérleteznek, és nekik viszont igen. Tehát, hogy így, hogy főételhez is kerüljön be. És az étterem a kezdetek óta támogatja a fesztivált is, a Vigasságot. Hogyan sikerült megnyerni őket? Hiszen egy rendkívül népszerű vidéki étteremről van szó. Igen, tehát hogy ők az elejétől kezdve már mindig kitelepülnek hozzánk, és így hozzák az ötletes ételeket. Tavaly azt mondtam a Szabinak, hogy mondjuk mi lenne a pizzára is ráraknád, aztán mondta, hogy jaj, a pizzára, na de a pizzán is rajta volt tavaly a gönci barack. Hát én azt gondolom, hogy nem kellett őket, vagy hát nem az, hogy nem azt gondolom, hanem nem kellett őket győzködni, mert hogy mi azt gondolom, alacsonyos értékeket vallunk ott abba újban. Tehát ők is elmentek, láttak, tapasztaltak, visszajöttek, valamit alkotni szeretnének itt a helyi értékekre alapozva, aminek híre van, aminek vonzása van, ami miatt jönnek ide a térségbe. Tehát az ő ételüket nem tudják máshol megvásárolni az emberek, azért ide el kell jönni. Ugye, tehát, hogy az egyértelműen generálja a turizmus, mert ha valaki Budapestről eljön, akkor már az ország meg is alszik, és megnéz egy-két egyéb dolgot itt a térségben. Tehát, mivel ugyanazt valljuk az életről, vagy nagyon hasonlót, ezért hasonló a hasonlóval szerintem nagyon hamar így összeakad, és így elkezdenek dolgokat közösen művelni. Úgyhogy most idén a svéddel kapcsolatban őt kerestem meg, hogy mit szól ez a gondolathoz, és tudna engem ebben a törekvésben támogatni, és hogy ilyen kis megható beszélgetés lett belőle, így jó volt az érzés, hogy nem vagyunk egyedül ezzel a munkával itt ebben a térségben, és hogy ami nekünk fontos, az másnak is fontos. És ha a gasztronómiánál tartunk, akkor július 6-án és 7-én finom barackos ételek is kóstolhatóak majd a Vigasságon. Mit kínáltok? Nos, tehát, hogy most három helyszínünk lesz a Vigasság alatt, ugye említetted a Boldogkői várat, az lesz a fő helyszínünk, tehát a nagy koncertek ott lesznek, de ezen kívül a Terra Boldogkőben is lesz egy helyszín, azt így a fiataloknak próbáljuk berendezni, ott a Borsod Burger jön a hamburgereivel, amiben baraszt csatnit is becsempésznek, illetve ott pálinka alapú koktélokat is fogunk a fiataloknak kínálni, hogy egy kicsit így érzékenyítsük, nyissuk őket a pálinka irányába. Aztán lesz be a Pálinka házban is egy helyszín, ott az ilyen hagyományos, inkább gasztronómiai vonalat fogjuk képviselni. Most az idénben úgy gondoltuk, hogy a többi eredetvédett pálinkának is teret adunk a gönci barack pálinka mellett, és az Angerman László, aki az Onyxnak a szomeliéje, ő fog nálunk egy workshopot tartani a hat eredetvédett pálinkával kapcsolatban, azokat meg lehet kóstolni, és az első Mádi Borház pedig fogja hozzá a illeszkedő ételeket megkomponálni, és akkor ők ketten fognak egy ilyen izgalmas kis gasztronómiai dolgot csinálni, és ott itt az az izgalmas, hogy ugye barack pálinkából két eredetvédett is van, a kecskemét és a gönci, és megmutatjuk ugye a kecskemétét is természetesen, és majd az engem is fog érdekelni, hogy mi lesz a különbség a kettő között, meg így ételben ezt hogyan fogják tudni összeilleszteni úgy, hogy közben a különbség, mert hogy egyértelműen van jellegében a két pálinka között, az ki is jöjjön. Itt a főzdében nekünk mindig van egy ilyen helyi ízek standunk, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt, amikor is a falu asszonyai, a édesanyán korosztálya a krumplilángost és a palacsintát készítik ott frissen. Egyébként ez szokott a legnépszerűbb kiállítói pultunk lenni, itt folyamatosan kígyóznak a sorok. És akkor itt ezen kívül lesz még ilyen pálinka bemutató, pálinka kóstolók, hogy azt érzékeljük, hogy így
jönnek hozzánk az emberek, és azt mondják, hogy én nem szeretem a pálinkát, és akkor mindig azt szoktam mondani, hogy szerintem azért, mert még lehet, hogy olyan jóval nem találkoztál. És akkor itt megmutatjuk azt is, hogy mi a jó, megtanítani az embereket fölismerni a pálinka hibáira. Hogy amikor érzünk valamit, az mitől van. És akkor a várban, ugye, ott fog kitelepülni az anyukám mondta, a Macok Bisztró Egerből, illetve a leves Miskolcról. És a leves nem csak levest fog hozni, de lesz barack levese. És most a Szabi pedig azon dolgozik, hogy ezt a bárányos kuszkuszos valamit hogyan tudja úgy testre szabni, hogy ez egy ilyen kitelepülős környezetbe is vissza tudja adni azt az élvezeti értéket, amit mi ott, amikor kóstoltuk, ezt éreztünk. Beszéltél az együttműködésről, a kecskemétiekről. Picit vetítársak, de távol vannak, de mégis együttműködtek a vigasságon. Mennyire fontosak az ilyen együttműködések? Én ebben hiszek. Tehát, és akkor valamikor csalódok, de aztán egy idő után újra hiszek benne. Én azt gondolom, hogy csak egy-egy szituációban vagyunk versenytársak, de hosszú távon meg egymás segítenünk kell azért, hogy a pálinka piac az tisztuljon, és azért, hogy az emberek tudása a pálinkáról, a technológiáról, arról, hogy mi is a jó pálinka, az így táguljon és szélesedjen. És ezt egyedül egyik főzdet sem tudja szerintem megcsinálni, meg talán nem is reális elvárás ez főzdénként, viszont azt gondolom, hogy az reális elvárás, hogy akik ugyanolyan értéke alapon dolgozunk, meg valaminek a gazdái vagyunk, amit őrizni kell, csiszolgatni, meg fejleszteni, azoknak szerintem össze kell fogni, és hogy így van is egyébként ezen termékeket előállító főzdék közül nagyon jó baráti kapcsolatunk is néhányal, tehát most még azért nem, tehát hogy több, tehát kb. 150-en vagyunk, aki kereskedelmi engedéllyel bírunk, tehát hogy ilyen körű együttműködésről nem álmodozom, de hogy itt most végül is 6 főzdéről van szó, és mind a hatunknak van eredetvédett terméke, tehát van valami, ami közös bennünk, ami összetart bennünket, és azt gondolom, hogy erre így lehet, hát legalábbis meg kell próbálni valamit felépíteni. Szintén említetted azt, hogy sokaknak van még fenntartása a pálinkákkal kapcsolatban, viszont én azt tapasztalom, hogy most már a pálinkákat kicsit előtérbe helyezik a fogyasztás szempontjával, más italokkal szembe rakják, legyen esküvő, legyen egy családi összejövete. Te ezt hogyan látod? Hát ez szerintem, ugye itt vidéken nekünk a pálinka az mindig így része volt az ünnepi asztalnak, vagy egy társaság együttlétének, tehát hogy mindannyiunk édesapja összeszedte a gyümölcsöt, elvitte a bérfőzdébe, hazajött onnan, volt valamennyi, tartott valameddig, de hogy így az benne volt az életünkbe. Azt gondolom, hogy mi jobban is ragaszkodunk hozzá, mint mondjuk a városiak, mert hogy ha jön valamilyen divatos ital, azt érzékeljük, hogy az elvesz a pálinkának a piacából. Tehát az ilyen 2005-2006, mondjuk egészen ilyen 2012-ig volt a pálinkának egy ilyen növekvő tendenciája, hogy divat volt pálinkát inni, de ez valahogyan így stagnált, vagy megbicsaklott, és lehet, hogy nem is, nincs is hová, tehát hogy nőni, mert hogy telítődött ez keresleti vonalon, de hogy volt egy a vodka egy időben, most a gin, tehát hogy mindig van valami olyan divat spirit, ami kicsit így belénk harap, és az így kanibalizálja a mi kis piacunkat. És akkor most ismét vissza a programokról, volt szó a pálinkákról, volt szó az ételekről, viszont nem csak ez várja a vigasságon a vendégeket, hanem például a gyermekprogramok, hiszen az egész családra gondoltak.
Igen, így van. Tehát, hogy gyermekek vonatkozásában kézműves programjaink lesznek, lehet nemezelni, agyagozni, mézes kalácsot díszíteni, illetve lesz egy bűvészkénk, aki majd így a gyerekekkel interaktív módon fog időt tölteni, és bizonyos trükkökre tanítani őket, illetve Szende is Róka Szabolcs fog mesélni a gyerekeknek, ők már voltak korábbi rendezvényeinken, és nagyon szeretik őket a gyerekek, és a felnőttek is. Tehát, hogy volt, hogy tavaly Szende nem tudott jönni, és mondta az egyik apuka, hogy jaj, hát de sajnálom, pedig ott az odaragasztott engem is. Tehát a gyerekeket ezekkel a programokkal várjuk, és akkor a felnőttek számára pénteken a Blaha Louisiana, a Magashegyi Underground Gájár Bálint lesz, és a szombati napon pedig a Tárkányművek, a Follow the Flow is hobó lesz egy nagy zenekarral. És ugye van nekünk, hát most már nem annyira amatőrök, de hogy két zenekarunk, akik tavaly előtt is már felléptek ránk, és így nálunk hazajönnek, vagy hazajárnak hozzánk, ők az Önkontroll és a Change the Bridge. Szóval ők lesznek még nálunk, és akkor a két helyszínen is lesz zene. A Főzdében Gereben Zita és Szeder fog fellépni, és a Terra Boldogkőnél pedig a Pálmai Panna kvartett és az Elek István kvartett. Szóval egy kicsit ilyen jazzesebb vonal lesz. Úgyhogy így mi nagyon készülünk, és igyekeztünk tényleg úgy kialakítani a programot, hogy az emberek igényt érezzenek arra, vagy fölkeltse az érdeklődésüket, és hogyha eljönnek, akkor pedig jól érezzék magukat. Tehát a két mellékhelyszín az inkább ilyen kis elvonulós, csendes beszélgetős, a vár pedig a forgatag. De azért a fesztiválon túl sok-sok látnivaló is van a szabói régióban. Miért érdemes még oda ellátogatni? Uh-huh. Szóval, ugye a kék túra útvonal része vagyunk, tehát aki túrázni szeretne, annak adott a környezet erre. Ott vannak a váraink, Boldogkővára, Regécvára, és ugyan kicsit messze van tőlünk, de mi Füzért is oda szoktuk sorakoztatni. Ugye ott van Telkibánya, ami egy kis ékszerdoboz, tehát ott beépülve a hegybe, ott is lehet túrázni, hegyi kristályt gyűjteni, és egyéb más ásványokat, tehát ott van egy emberke, aki nagyon izgalmas túravezetést tart. Ott van nekünk ugye a Vizsói Biblia, tehát aki vallási téren szeretne kikapcsolódni, vagy ismereteket szerezni, akkor ugye Vizsolyban ott a Biblia, Göncruszkán van nekünk a református gyülekezet, akik mézet is készítenek, tehát hidegen kezelt mézzel foglalkoznak, és van egy hernádunk is egyébként, ahol evezéseket is, tehát vannak olyan vállalkozók, akik csoportokat szerveznek, és akkor el lehet hidastól menni teljesen nagy kinizsig. Úgyhogy szerintem van mit enni, inni, látni, tapasztalni, gyalogolni, beülni valahová. Biztos mondhatom, hogy egy gyönyörű környéke az országnak a Zabói régió is. Én nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál hozzánk, tájékoztattál minket a programokra, és arról a csodáról, ami várja Boldogkőváralján majd a vendégeket. Én a nézőknek megköszönöm a figyelmüket. Ajánlom figyelmükbe még egyszer 2018. július 6-án és 7-én Boldogkőváralján a Gönczi Barack Igazságot. Viszontlátásra!